Most egy személyes kedvencem fog következni. Ez a gép pedig nem más, mint a GL V270-es csúszókormányzású kompakt rakodó. A GL legújabb fejlesztésű csúszókerekes rakodójának a jelentőségét a megnövelt emelési magasság mellett az adja, hogy a GL kínálatának ez az első olyan típusa, amelynek teljesen egyenes vonalú az emelése és az emelési magassága. Igen, tehát közeleg a GL V270 csúszókormányzású kompakt rakodó, és nem akármilyen rakománnyal, mert egyszer csak megmondom, mi a rakomány, az Enter Breakers Breakdance csoport. Yeah! My prince is dead. All is lost without him. May God unite us next. Are you an entertainer? Yes. I'm one of those guys that, he's one of those young men that spins around on his head. Listen carefully. Be forced to win that battle. The real dance world against the disciplined art form, they're gonna make fools of themselves. You don't know nothing about me. Just begun.
szerintem félreértették a fiúk itt a gépnek a... Persze, hát megijedtek, pedig nem. Olyan kedves kis kedves gép volt, gép, nem? Hát nem, teljesen barátságosan viszonyult hozzánk. De figyelj, mi is tanultunk valamit, nem? Itt... Megmutassuk? Meg. Mutatunk mi is valamit. Ezt addig ide tegyem? De félreértik az egészet, várjam. Hát most figyelj, hogy is volt? Így, na? Hát figyelj, ez fantasztikus volt, de szerintem valamit elrontottunk. Tehát én azt mondtad itt az előbb, én felkonferáltam a gépet, te pedig azt mondtad, hogy jön egy break csapat. Oké, hogy brékeltek, na de hát ők nem az axiálos fiúk voltak? Ja, de nem rontottunk el semmit, mert én tudtam, hogy ez hogy van. Ez úgy van igazából, hogy ez egy karrier lehetőség itt az axiálnál. Átképzési program. Mellékes. Tehát úgy van, hogy az ebédszünetben így brékelnek a munkások, tehát a gépészek, szerelők, stb. És akkor ott az ebéd, kibrékelik magukat, akkor így elterülnek, és akkor jön a rakodógép, és visszaemeli őket a munkába. Így van. Hát meg, hát figyelj, ez a gép, ez csodálatos volt. Biztos a többi klászgép is ilyen csodálatos, de attól függetlenül a gél, hát azért is a személyes kedvencem, mert nem csak a mezőgazdaságban veszik a hasznát, hanem még táncolni is megtanult. Sőt, tulajdonképpen, hogyha... Pörgött, forgott. Fantasztikus, mert meg is hajolt, igen. Tehát tulajdonképpen, hogyha olyan a helyzet, a gélt akár a hajunkra is kenyhetjük. Ja, nem az egy másik, nem ezt. Ez nem ez fáj, ha a hajunkra kell, ezt ne próbáljuk meg.